Az Európa-bajnoki selejtező előtt Nyíregyházán tartotta kihelyezett elnökségi ülését a Magyar Kézilabda Szövetség. A legutóbbi olimpián Rióban sem a női, sem a férfi válogatott nem volt ott, így az elindított sportágfejlesztési program egyik célja az, hogy Tokióban már a kézilabdázók is képviseljék a magyar színeket. Nagyon sok fronton kezdett el dolgozni a Kézilabda Szövetség, ez elindul az utánpótlástól, akár az iskolai testnevelésen keresztül, tényleg nagyon sok olyan dolgot kezdeményez a csarnok felújításokon, illetve új munkacsarnokok évén, de ez is itt sorolhatnám még szerencsére sokáig azokat a programokat, fejlesztéseket, amiket tervezünk, és hát nyilvánvalóan nem elfelejtve az élsportot is, ugye, ami a legvége ennek az egész folyamatnak, és ami azt eredményezheti majd, hogyha ezek az elképzeléseknek megfelelően a programok megvalósulnak, akkor lehetőségünk lesz arra, hogy akár egy vagy talán szerencsés esetben mind a két csapatunkkal kijuthassunk a következő olimpiára. Az elnökségi ülésen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kézilabda Szövetség képviselői is beszámoltak a sporták fejlesztése érdekében végzett munkájukról. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, hiszen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az egyik olyan megye, amelyre lényegében példaként tekintenek a Magyar Kézilabda Szövetségnél is. Olyan programokat valósítunk meg, illetve olyan, nyugodtan mondhatom, hogy novumaink vannak, kiemelném itt majd például a Jump programot, ami a játékvesztők képzését célozza meg, illetve a fiatal játékvesztőnek a mentorálását, amelyek azt hiszem, hogy az országban egyedülállóak. És azért megemlíthetünk még itt olyan rendezvényeket, mint például a korábban megrendezett Junior Kupa, vagy a Szabolcs Kupa, ami utánpótlás torna, amely azt hiszem, hogy szintén egyedülálló. Az EB-selejtező előtti felvezető mérkőzésen a magyar B válogatott 28-24-re legyőzte Norvégia B csapatát, a főmeccsen pedig Magyarország 24-16-ra győzött Lettország ellen.